Szeretettel köszöntelek az újabb óránkon, és hát természet utáni rajz lesz, az is a címe, két részből fog állni, természet rajz, azaz, mivel hogy tavasz van, hát gyönyörű szép évszakunk, megpróbálunk egy picit a természetből valamit ábrázolni, gyönyörűen virágoznak a fák, és kár lenne most kihagyni. Egy picit már szegénykék elkezdtek hervadozni, de attól még ügyesen meg tudjuk oldani. Akvarelt fogunk csinálni, mégpedig vízfesték, ugye magyarul, benne van a nevében, hogy aqua, tehát vízfesték. De mielőtt nekiállnánk, egy pár szót hadd említsek, hogy mit jelent ugye a természet. Ennek a csodái. Azt mondja, hogy ez egy vesszővenyige, szőrvenyige, és hogy micsoda hatalmas energia van. Persze ez minden viszonylagos, de ha jól megpróbáljuk megérteni a természetnek ezt a csodáját, hogy indul el, tehát nem olyan, mint egy hegesztett vas, vagy egy akármilyen más puha anyag, hanem ebben hatalmas erő van, ahogy kifejlődik, ahogy az ágak elindulnak, ahogy a rügyek kibontakoznak, mint ahogy a növénynél is. Ez egy csoda. Én azt hiszem, hogy egyik leggyönyörűbb dolog a világon. Ezt próbáljuk valahogy érzékeltetni. És az lenne jó, hogyha minden nap tudnánk figyelni, ahogy a rügyektől egészen a termésig megjelenik. Ez egy csoda. Jó, akkor próbáljuk meg. Tehát megvan a területünk, ugye? Mindig arra figyeljél, hogy ne nyomd rá. Tehát a ceruza, most én nem is akarom ezt kitörni a hegyét, de hogyha nagyon rányomom, aztán ember legyen a talpának, ki azt kiradírozza, ugye? Tehát nagyon finoman próbáljuk felvázolni azt, amit szeretnénk. Lehetjük a levegőbe is, és felvázoljuk ezt a szép kis ágat. Gyönyörű virágok vannak rajta. Felvázoljuk, azt adunk neki egy ívet, ugye ahogy maga megvan, látunk benne rügyeket, meg már kibontakozó kis leveleket is, tehát elkezdjük csak finoman az ágnak a vonulatát felvázolni, nagyjából egy ilyesmi. Ugye ennek van egy vastagsága, de azért rajzolunk szabadon, mert a természet után, tehát a megfigyelés az legalább 50%-a sikernek, hogyha bármit szeretnénk rajzolni. Rendkívül fontos megfigyelni, hogy hogyan bontakozik ki. Más ágoknál látjuk, hogy ugye a vastagtól a vékonyig megy, mint ahogy azt a fát is, ha megfigyeled a vastag törzstől, mind vékonyabb és vékonyabb ágok vannak, egészen a hajszál vékony ágakig. És hát nyilvánvaló, úgy, ahogy az, mint élőlény, nedvek vannak benne, és azok bontakoznak ki, azok azt adják ezt a gyönyörűséget, mint ahogy az ember testében is, meg az állatok testében is a vér, ugye az viszi és hordozza az életet. Jó, akkor menjünk tovább. Azt mondja, hogy valahol itt középen elkezdenek szépen. Nagyon fontos tudni azt, hogy ha vázlatot készítünk, nem megyünk el a legapróbb részletekig, nagyjából, főleg az akvarellnél, a vízfestéknél. Csak nagyjából vázoljuk fel azt, amit szeretnénk, és utána majd az ecsettel majd látni fogod, hogy bontakozik ki ilyen apróbb részletek, akkor majd jobban előjönnek. Nagyon fontos tudni, hogy a papírnak a fehérje gyakorlatilag helyettesíti a vízfestéknek a fehérjét. Tehát nem szerencsés az, hogyha a fehéret keverünk. Ha nagyon muszáj, persze van, tudom, vannak tubusos festékek, ahol ez megjelenhet. De én azt hiszem, hogy vagyunk mi olyan ügyesek, és leszel te is olyan ügyes előbb-utóbb, hogy ne használd a fehér festéket a vízfestéknél. Eleve nagyon finoman vázoljuk fel azt, amit akarunk, és
és csak a, mert hogy a legvégén ugye kis fogja ezt radírozni a ceruzát, hiszen a, az igazi vízfestéknek, tehát a nagyon-nagyon profi alkotók nem is használnak már ceruzát, hanem eleve nagyon finom, vékony ecsettel csak egy-két jelzéssel oldják meg ezt, és nem is kell ceruza hozzá. De hát ez ahhoz kell profizmus. Jó, nem baj, egyelőre itt tartunk. Igen, megjelennek a szép kis virág formák. Akkor, hogy egy kicsit érdekesebbé, jobban mondva plasztikusabbá tegyük ezt az egész képet, célszerű egyenes vonalakat is hozzávarázsolni. Meg is mondom miért, mert a hullámos és hajlékony vonalak, meg színek akkor igazán érvényesülnek, hogyha vannak mellette stabilabb, egyenes, merevebb vonalak. És találjunk ki mondjuk egy ilyen szép kis keretet a képhez, majd látni fogod, hogy miért mondom én ezt. Ezt most vonalzóval csináljuk kivételesen, mert az a jó, hogyha elég merev és elég egyenes az, így, hol alá, hol fölé fog kerülni ez a szép kis ág, és nagyon reméljük, hogy a végén szépen sikerülni fog. Jó, legyen egy vastagsága ennek mondjuk ennyi, ugye ránk van bízva. Persze te választhatsz mást is, de a lényeg, hogy legyen egy a háttér, ugye a háttérben legyen egy kicsit szabályozva, tehát egy enyhén merevebb szabályt adunk neki, sokkal plasztikusabb és érdekesebb lesz. Akár egy ablakot választhattam volna, vagy más formát is, de azt most már akkor kövessük így. Jó. Mindjárt meg vagyunk. Látod, nem nyomom rá. Tehát nagyon-nagyon finoman, éppen alig érintve készítem a vázlatot. Azt mondom, hogy majdnem készen is van. Ugye első alkalommal nem véletlenül mondtam, hogy a papírt feszítsük ki, mert most, hogy vízzel fogunk dolgozni, meg fogja hullámosítani. Ez egészen biztos. Bő vízzel dolgozzunk, az nagyon fontos, hogy ne féljünk a festéktől, hogyha egy kicsit elszal, és merjünk fehér részeket is hagyni a papíron. Mondjuk legyen egy ilyen erősebb zöld, egy kis háttér, ugye ez eléggé jó lesz, így egy kicsit több vízzel. Ne zavarjon minket az, hogy egy kicsit így elszíneződik a papír, majd a végén jó lesz. Ez egészen biztos. Igen, a víz hatására. Tudom, hogy elsőre azt mondod, hogy az nehéz lesz, de nem így van. Tehát, hogyha rájössz ennek a titkára és élvezetére, szerintem ez nagyon fog menni. Főleg, hogy teljesen szabadon van. Az sem garancia nyilván, hogy rögtön az elsőre egy remek mi fog születni, ahogy első biztos, hogy az lesz. De nem is baj. Tehát inkább maga a technikának a megértése az a cél. Tehát ez az igazi akvarell, amikor bátran használjuk a vizet, bátran használjuk az ecsetnek a tetszőlegességét, hiszen most akkor itt ugye el lehetne menni már kezdetkor a részletekig, de nem. Egyelőre még egy kicsit olyan zűrzavarosnak tűnik, de majd a végén azért ez kialakul. Jó, akkor most legyen egy picit több barna benne. Így. Na, egy kicsit nehezebben megy ez a szín, de jó. Ez benne egy kicsit barna rész is, így. Ezek a színek ugye itt ilyen formában nem láthatók, de nem is ez a cél, hanem a technikának a megértése. Tehát, hogy nem azzal kezdjük, mint hogyha rajzolnánk egy ceruzával, mert ez ecset.
és az ecset másképp reagál, másképp hozza. A fehér, ugye a virágnak a fehérje, az kell, hogy szépen kibontakozzon egy idő után, majd leszünk egy vékonyabb ecsetet is azért, de legyen ilyen szép lila is. Mehet abból is egy kicsi, talán sok. Mindig célszerű, hogyha van egy papír melletted, hogy a festéket azon kipróbáljad. Ahol kezdenek keveredni a színek, ott már egész érdekes. Most ezt a keretet azért csináltuk, hogyha itt most szépen elkezdünk finoman festeni. Így. Akkor. Közben lehet nagy zenét hallgatni otthon, tehát én azt mondom, hogy a rádió meg a zene az azért jó, mert hallgathatod és közben tudsz dolgozni, míg egy képernyő az elvonja teljes mértékben a figyelmedet. Tehát hogyha szeretsz zenét hallgatni, akkor ezek a szép kis virágok még beszélni is tudnának, énekelni is, de annyira szépek. Mondjuk az én rajzom meg akkor kevésbé most, de azért igyekszem. Jó, tehát a technikát kell megtanulni, tehát most az a cél, most én nem egy mesterművet akarok itt csinálni, de hogy megértsed azt, hogy ez az akvarell. Kicsit több vízzel. Ez az. Jó. És akkor. Na ugye ez fontos azért, hogy legyen vékony ecsetünk is, mert ilyen esetben tudunk, ugye itt már is érződik az ágnak a vonulat. Néha egy kicsit többet hagyunk, máshol egy kicsit kevesebbet, de nem telibe fessük. Tehát, hogyha én most ezt telibe festeném, akkor az olyan snasz lenne. Olyan megszokott, olyan, de ennél egy kicsit érdekesebbé tesszük. Van, ahol a virág szemből látszik, ugye, van, ahol a háta. Azt érdemes megfigyelni, hogy mindig a fény az döntő, hogy esnek hogy esik a fény és az árnyék, és az befolyásolja a képünket is. Hát természet után való rajzolás az egyik legcsodálatosabb és legszebb dolog, és nagyon-nagyon ajánlom, hogy bármi, legyen az kavics, vagy olyan, akár jó lehet, nem csak természet adta tárgy, hanem ember által készített is, de mindenképpen próbáljuk meg. A legnagyobb mesterek is azzal kezdték, és akkor tudod észlelni a világot, hogyha jól meg tudod figyelni. Tehát az, hogy a kereten kívül megy, az már egy érdekesebb dolog. Itt még a keretet is tudjuk, még egy másik halványabb, legyen az zöld, vagy akár ilyen barnásabb, finoman érzékeltetni, és akkor